Köszöntöm itthon. Nagyon nagy szeretettel Finta Ilona Vandát, Icut, a Turkeze televízió kamerája előtt. Nagyon örülök, hogy ez a beszélgetés most valóra válhat. Lehetőség kínálkozik arra, hogy szót váltsunk arról, hogy milyen érzés is itthon lenni, otthonról idehaza jönni. A családról kezdjük el, mert hogy onnan indul minden, a családról, Icu. Nagy szeretettel várjuk, hallgatjuk mindazt, amit szeretne elmondani és megosztani a Turkeve televízió nézőivel. Köszönöm szépen a meghívást. Először egy kicsit megijedtem az interjútól, hogy mit tudok én mondani, és akkor először gondolkoztam, hogy nem vállalom, mert izgulok, félek, és hogy mi lesz vele, de aztán átgondoltam, aludtam rá egyet-kettőt, és arra a döntésre jutottam, hogy ez egy nagyon megtisztelő dolog, és köszönöm szépen, hogy elhívtak beszélgetni, és magamról tudok beszélni őszintén, az életemről, a családunkról, a sorsunkról, hogy változott az életünk, és hogyha valakinek tetszik, vagy tanul belőle, vagy ha nem tetszik neki, az is jó. A valóság az valóság, és mindenkinek megvan a saját valósága, és az enyémről egy kicsit beszámolok. Akkor tetszett kérdezni az itthon és az otthon fogalmát, kapcsolatát. Ugye én 17 éves voltam, amikor a turkevei életemből így kiragadtak a szüleim, és elköltöztünk Los Angelesbe. Ez egy nagyon nagy váltás volt. Akkor még nem fogtam úgy fel, hogy mekkora nagy váltás ez, de így visszatekintve ez egy nagyon nagy változás volt így az ember életében, egy vidéki kisvárosból eljutni, elköltözni Amerikába, más nyelvvilágba, egész más kultúrába, nagyvárosba, kisvárosból, úgyhogy nagy változás volt ez. És ugye vettük az akadályokat, akkor még tinédzser voltam, akkor nagyon hazavágytam, sokat jártam haza, szépen lassan megtanultunk angolul, az is egy nagy küzdelem volt úgy menni a gimnáziumba, hogy nem tudtam angolul, de aztán szépen lassan megtanultam. És ez az itthon-otthon fogalom érdekes, hogy ez így váltogatható, mondhatom azt, hogy itthon vagyok, vagy otthon vagyok, és igazából nagyon hasonló fogalmak, és talán ki is cserélhető fogalmak is, és azt kell mondanom, hogy itthon, Turkeve, az a biztonságos otthont jelent, ahova hazajövök, és amit ismerek, ahol ismerem az utcákat, a fákat, az illatokat, a virágokat, a határba a madarakat, a berettyót, és ezek mind azok a gyökerek, amikhez tényleg vissza tudok térni. És Amerika, ugye már most több éve lakok Amerikában, mint itt Magyarországon, és fantasztikus ország, fantasztikus a társadalom, nagyon érdekes emberekkel találkoztam, érdekes fogalmakkal, tudományokkal, és igazából az is az otthon. És ezt már hallottam még régen, hogyha valaki egyszer két laki lesz, akkor utána nem az lesz, hogy választania kell, hogy ez vagy az, hanem ez is otthon, de az is otthon. És ott kialakítottunk magunknak egy igazán jó, élhető, örömteli életet. Én ugye ott töltöttem a 20-as éveimet, a 30-as éveimet, és szoros kapcsolatban vagyok a családommal, anyukámmal, bátyámmal, unokatestvéreimmel, akik közül sokan ott vannak Amerikában, és így az is biztonságot ad. Na most Icu mondta, hogy kialakítottunk egy biztonságos, élhető életet. Ha lehetne egy picit ebbe az életbe, egy kicsit bekukucskálni, hogy az amerikai életbe? Igen, tehát hogy mit jelent ez a biztonságos élet Icujék számára ott Amerikában, nyilván barátok, egyáltalán közeg, tehát minden, hogy mit jelent, egy picit váltsuk apró pénzre ezt az ott jó. Létet. Nem anyagi téren jelenti a biztonságot, szóval nem úgy, hogy szuper gazdagok vagyunk, és nem kell dolgozni, és könnyű az élet, nem úgy, hanem úgy megtaláltuk a belső boldogságunkat, a harmóniát, sok nehézség során. Ugye amikor kimentünk Amerikába, akkor apukám nagyon hamar megbetegedett, ő akkor 42 éves volt, fiatalember ereje teljében, és ott volt a négy tagú családunk, angolul kicsit tudtunk, pénzünk kevés volt, lehetőségek le voltak szűkülve, de
szerettük egymást, segítettük egymást. A bátyám nagyon sokat segített, mert ő már néhány évvel ezelőtt ott volt, úgyhogy ő nagyon sokat segített az ügyintézésbe, orvoshoz menni, műtétekre, stb. És akkor így az ember a nehézségek és az apró győzelmek által eljut egy olyan szintre, hogy tudja értékelni a mindennapok apró örömeit. És talán ezt úgy akartam mondani, hogy ott megtaláltuk az otthont és a biztonságot, hogy megtaláltuk önmagunkat úgy, hogy jól érezzük magunkat. És Los Angelesben élünk, ugye először, amikor még fiatalabbak voltunk, akkor együtt lakott a család a gyerekekkel. Én amikor 21 éves voltam, akkor költöztem ki a szüleimtől, mert akartam, hogy egyedül éljek, én keressem meg a pénzemet, és ugye korán elkezdtünk dolgozni, úgyhogy én 17 éves korom óta folyamatosan dolgozok, és úgy is jártam egyetemre, hogy mellette dolgoztam. Mindannyian dolgoztunk, anyukám is, apukám is, még mikor beteg volt akkor is, bátyám is, én is, és ugye amikor az ember immigráns, akkor nem a legjobb munkahelyeket kapja, ha nem jó az angol tudása, ha nincsen tapasztalata, akkor nem a legjobb munkákat kapja, de hát elvállaltuk. És szépen alulról, fokozatosan, szorgalmasan dolgozva mindig jobb munkákat találtunk, ami érdekelt. És Icu és a családtagokon kívül, mert nyilván egymásba kapaszkodtak bizonyos helyzetekben. Kiktől kaptak segítséget? Kisebbet, nagyobbat, apróbbat? Magyaroktól? Nem magyaroktól? Tehát igen, ezt érdemes azok, megemlíteni. Igen. Los Angelesben nagy magyar közösség él. És voltak még finta rokonok, akik segítettek, ugye, hogy a szüleim megnyerték a vízumlottót, mert úgy kerültünk mi ki, ahhoz is nagyon sok segítség kellett, és nagyon sok Magyarországról elszármazott ismerősünk volt, aki segített. Először egy magyar egyháznak a lakótelepén laktunk, és ott is dolgozott az egész család, mint kertész és takarító. Így kezdtük egy-két évig, és utána elköltöztünk már amerikai közegbe, ahol csak amerikaiak voltak. Akkor mi elkezdtük a bátyámmal az egyetemet, vagyis főiskolát akkor még, és akkor úgy szépen, hogy is mondjam, hogy először a magyarok segítségére támaszkodva, utána a saját lábunkon állva, és szépen beleasszimilálódva az amerikai életbe, és utána lettek amerikai barátaink, és akkor így szépen alakultak a dolgok, de ugye ez már 22 éve volt, hogy elkezdődött ez a nagy kaland, és most már én nagyon sok munkahelyen volt általában, asszisztens vagyok. Érdekes, hogy egész más dolgokat tanultam az egyetemen, ez is még egy másik történet lesz, hogy alakult a művészet, a pénzkeresés, milyen különböző munkahelyekben próbáltam megállni a helyemet, és hogy hol járok most. Milyenekben? Az egészségügyben dolgoztam. Anyukám ugye ápolónő, nővér, és ő az egészségügyben dolgozott, és 18 éves voltam, ő neki volt egy munkája, idős nénit ápolt, és volt, hogy nem tudott menni dolgozni, és akkor mondta, hogy Hugica, menned kell. Én ugye persze tiltakoztam, hogy na én nem, hát hogy is kell ezt, meg a 94 éves nénit hogy fogom én ellátni, etetni, tisztába tenni, stb. És ugye ez akkor nekem nagyon rosszul esett, mint gyereknek, de így visszagondolva nagyon hálás vagyok, hogy megtanította ezt, hogy segíteni azoknak az embereknek, akik rá vannak szólóva a segítségre. Úgyhogy az életem során nagyon sokat dolgoztam az egészségügybe, mint orvosi asszisztens, mint ápolónő, Alzheimeres foglalkoztató, és most pedig ebben folytatom a tanulmányaimat, diplomás szaknővérnek tanulok, egyetemre járok az elmúlt két évben, és még talán egy évig fog tartani, és így még nagyobb tudással tudom ezt folytatni. És meséltem ezt, hogy asszisztens voltam. Orvosoknak asszisztáltam nagy magánklinikákon, akkor volt, hogy egy zsinagógába dolgoztam, az irodába, akkor a rabbinak asszisztáltam, nagyon érdekes helyekre sodort az élet, és nagyon sokat tanultam, de azt vettem észre, hogy én abban tudom kiélni magam, hogyha másoknak segítek, és nem csak úgy, hogy én magam, vannak vezető személyiségek,
én a szívemén szeretek segíteni olyan vezető egyéniséget, akinek a munkáját méltónak tartom rá, és én nagyon szívesen csinálom ezt. Igen. Sugárzik Icuból, hogy szeret segíteni másokon, ez úgy jön. És akkor ebből apróbb, meg nagyobb örömök is jöttek, biztosan, akkor egymás után először, ugye, jaj, meg tudom én ezt csinálni, egyáltalán ezt nekem találták ki. És aztán biztos, hogy jöttek ebből olyan-olyan aprócska örömök, és akkor néhányat ebből, akár az idős ember, tehát hogy az adjon Isten, meg a fogadj Isten, hogy akkor az hogyan találkozott. Igen, szóval az egészségügyben sok nehézség, szomorúság van, mert ugye az emberek betegek, nem jó paszban vannak, kiabálnak, mérgesek, meghalnak. És talán, mert az életem során elég sok halállal találkoztam, apukámat korán elveszítettük, egyéb rokonokat, barátokat, el kellett fogadni, hogy a halál az élet része. A nehézségek az élet része. Akkor tudunk boldogok lenni, hogyha átéljük a szomorúságot, hogyha ez a dualitásból az egyik a másikba tud menni. És akkor, hogyha ezt az ember elfogadja és nem küzd ellene, akkor így kicsit mindig előrebb és közelebb valahogy a fény felé, vagy nem is tudom igazán, hogy. És próbáltam magamba is elrendezni, hogy most igazából én milyen vallású vagyok, mi a filozófiám, de rájöttem, hogy nem kell egyet választani. Nem kell egy szakágat, hogy én most csak szobrász vagyok, vagy csak festő vagyok, vagy csak nővér vagyok. Lehetek más is, kipróbálhatom magam. Olyan rövid az élet, és hogyha valamihez kedvem van, ha inspirációm van, akkor én belefogok, és megpróbálom, és a lehető legjobban, amit tudok csinálni, azt biztos, hogy úgy fogom csinálni. És akkor Icukám, ha már itt tartunk, itt az asztalon vannak itt dolgok, ebben is kipróbálta magát. Igen, az egyetemen nyelvészetet tanultam, és amellé gondoltam, az volt mindig a nagy álmom, hogy utazzak a világba, Ázsiába, és hogy menjek angolt tanítani, és akkor hogy bejárjam az ázsiai országokat, és gondoltam, hogyha angol nyelvtanár leszek, az egy jó út lesz erre. Nagyon érdekelt a nyelvészet, és akkor nyelvészet angol tanárszakon jártam egyetemre, de nagyon szerettem festeni, rajzolni, és akkor mellette vettem órákat, szobrászat, festészet, olajfestészet. Apai örökség, mert ugye én úgy nőttem fel, hogy alkotótábor, műterem, ilyen kiállítás, ilyen művész, és akkor nekem ez az életem része volt, és én is mindig bütyköltem valamit, és csak úgy hobbiból az egyetemen vettem órákat, hogy ne csak tanulás, hanem kedvtelés is legyen. És akkor olyan sok órát vettem egy idő után, hogy az iskolai tanácsadó mondta, hogy hát, hogyha még fél évet tanulok ezt meg ezt, akkor lesz képzőművészetből is diplomám, úgyhogy így szobrász festő is vagyok, egyszerre két egyetemi diplomát kaptam, vagyis végeztem, csináltam, és mivel ezekből a dolgokból nem lehet olyan könnyen megélni, művészet, nyelvészet, nem igazán mindennapos munkák, de ugye akkor még ezt nem láttam át, hogy igazából pénzt keresni is kell, ha bár mellette mindig dolgoztam valami munkát. Ez mindig egy ilyen hobbi vonal maradt. A művészetet kedvtelésből csinálom, hogy örömet okozzak egy kicsit önzően magamnak, és talán, hogyha tetszik másoknak is. És apukámtól volt szerencsém kőszobrászatot tanulni. Az első szobromat, amit az egyetemen megcsináltam, alabástrom kőből, azt ő látta, megfogta, és akkor már nagyon beteg volt, de boldoggá tette. Ugye az érdekes, mert gyerekkorunkban én voltam a lány, volt a bátyámat tanítgatta vésni, de azért csak én is ott voltam mellette sok éven át, hallottam, hogy kopácsol, meg tudtam figyelni, hogy tartja a vésőt, és utána ezzel az ihletéssel folytattam azt tovább. És néhány évvel ezelőtt volt egy barátom, ugye a szálak így összefűznek. Amerikai ismerősök, magyar ismerősök, összefutok velük itt, és akkor teljesen véletlen volt egy ismerősöm, aki járt Turkevén, megnézte a festményeimet, akkor még az olajfestészetben voltam eddig, és mondta, hogy hát az anyósa
a Takács Tanyán van mezőtúron, az alkotó táborban, ahol bronzöntéses technikával, viaszfeszítéses bronzöntést csinálnak szobrászok, és hogy menjünk, látogassuk meg őket. Átmentünk, és én ott régi ismerősökkel találkoztam, apukám szobrásztársával, Györfi Sándorral, aki azóta én is úgy tekintek rá, mint barátom, mentorom, és más művészekkel, és beszélgettem velük, és nagyon kedvesen meghívtak, hogy esetleg jövőre, hogyha akarok részt venni a bronzszobró gyártó, vagy készítő alkotótáborba, akkor vegyek részt, és én ezt örömmel tettem, és azóta majdnem minden évben, ha tehetem, akkor oda megyek, és bronzszobrokat készítünk, szobrászokkal beszélgetünk, csodálatos környezetben, ott a Peresparton, fantasztikus hely, és érdekes, hogy így a gyerekkoromban ez annyira nem okozott nagy, hogy mondjam, nem befolyásolt annyira, hogy mezőtúron születtem. De most már, hogy ott az a kórház, és Turkevén nincs kórház, és mezőtúron születtem, a szívem mezőtúrért is nagyon, és a mezőtúri természet gyönyörűségért nagyot toppan, és minden évben ott augusztus 20-án a zsinagóga galériában van kiállítás, és nagy örömmel veszek ott részt, és ezek a szobrok is ott készültek, ezek a kicsik, amiket most el tudtam hozni, egyébként ilyen nagy nehéz kőtalpazatuk van, ezeket hoztam el, szeretem a természetet belevonni, úgyhogy például itt van ez a kis hölgyemény, neki a kezei gajból készültek, nagyon szeretek kirándulni, a természetben járni, ezek Amerikában kirándulások során összeszedett gajak, ilyen fa kinövések, amik érdekes formájuk voltak, és akkor ezt ugye össze lehet kombinálni a viasszal, és utána a szobrot készíteni belőle. Ezt is egy ilyen fűszál inspirálta, és így készültek ezek a kis bronz szobrocskák, amiket most elhoztam. De egyébként vannak kőszobraim, alabástrom kőszobrok. Annak az a története érdekes, hogy Amerikában mindig, vagy sokáig lakást béreltem, emeletes házba, és ugye ott nem lehet, hogy kőszobrászkodik az ember. És egyszer mondta az egyik professzorom, hogy hát ő már hallott róla, hogy vannak, akik kimennek az óceán partra, mert ugye ott homok van, és a nehéz követ a homokban, mert a szobrászok sokszor ilyen homokasztalban dolgoznak, hogy a nagy követ beleteszik, és akkor azt lehet jól kopácsolni, bírja az ütéseket, és nem reped el a kő, mert ha rideg felületre teszi, akkor azt úgy nem lehet megmunkálni. És akkor én egy nap megpróbáltam, olyan követ választottam, amit éppen elbírtam, a kis szerszámos táskámmal, és az óceánparton kezdtem el faragni, mindig olyan helyet találtam, ahol nincsenek emberek, és én órákig ott elbabráltam ezzel, és volt 3 évem, amikor ezzel komolyan foglalkoztam, és amikor szabadidőm volt, akkor elmentem, és ebből lett egy sorozat, a 3 év gyermeke, 9 alabástrom szobor, amiből volt több kiállításom Amerikában. De utána az élet úgy elsodort attól, azt egy kicsit félretettem, és akkor elkezdtem ezt a bronzszobrászatot itt nyaranta, ez is nagyon érdekes folyamat volt, és amikor kedvem van, akkor festegetek, meg emellett van persze a tánc és a színház. A másik vonalak, van, hogy kórusba énekelünk, Amerikában van magyar színház, abban nagyon szeretek szerepelni, itt Magyarországon ilyen álmaim voltak, hogy színésznő leszek, és hogy jelentkezek majd a színművészetire, de aztán elköltöztünk, és akkor ebből nem lett semmi. Amerikában a film színészet az más, rengeteg más fiatal hölgy van, és így nem is próbáltam meg filmekbe jelentkezni, ilyesmi, meg ugye a hétköznapok valósága, hogy mindig dolgozni kellett menni, nem volt rá alkalmam, de abban kiéltem ezt a lelki igényemet, hogy magyar rendezvényeken verset mondunk, a Magyar Színházban évente egyszer-kétszer, ha van előadás, abban szerepelek. Évekig néptáncoltam az ottani Kárpátok néptánc csoportban. Az egy másik nagy szerelmem, a néptánc. A zene. Ez fantasztikus. Ez fantasztikus, ezt így csak felsorolni. Tehát a művészet minden ágában otthon van. És akkor most mi a szívecsücske Icunak?
Nagyon sok szívem csicskál. Na, akkor néhányat sok azért. Van, néhányat. Van. Tehát konkrét produktum, mit tudom én, egy versenyen, egy szavaló versenyen, egy szobor, egyen, akkor azok előhozzák az emlékeket. Tehát hogy mi az, ami igazából a szíve csicske? Szóval azt tudom mondani, hogy nagyon sok csicske van a szívemnek. Én nagyon szeretek élni, nagyon értékelem az életet magát. Szerintem az, hogy így létezünk, most, hogy tanultam anatómiát és fiziológiát, egy csoda. Csoda. Hogy mi itt vagyunk, létezünk, van tudatunk, tudunk beszélgetni, megosztjuk egymással a gondolatainkat, fantasztikus dolog. És mivel talán olyan sok haláleset következett az életembe, el tudtam fogadni, hogy az élet rövid. És most kell élni. Igen. És nem lehetnek üres járatok, tehát ezt a rövid életet, ezt értelmes dolgokkal kell kitölteni, ami és magunknak, kinek, meg másoknak mindenki is más, igen, el kell világos. Fogadni a másikat. Világos. Lehet, hogy valakinek az autószerelés a szíve csicske, akkor azzal kell foglalkoznia. Igen. Hogyha valaki könyvet szeret olvasni, akkor olvasson. Ha kertészkedni szeret, akkor azt csinálja. És én nagyon-nagyon-nagyon szeretem az embereket, a jó embereket, a rossz embereket. Igazából én nem is hiszem, hogy vannak rossz emberek. Azt hiszem, hogy mindenkiben van jó, mindenkiben van egy kis rossz is, és attól függ, hogy hová sodor az élet, milyen nehézségek értek, hogy tudja kibontakoztatni magát, hogy tudja mindennapokban az örömforrásokat megtalálni, attól függően, mi budjan ki belőle. Szóval én hiszem, hogy a börtönben lévő gonosz, gyilkos emberek is, ők nem rossz emberek, de megtörtént velük az, és hogyha jót találnak az életükbe, akkor talán jóra tudják fordítani magukat. A tervekről. Most itt konkrétan egy lehetőség itt előttünk. Az 5. nemzeti verseny középdöntőjébe jutott Ticu 120, nem tudom hány társával együtt. Igen. Ez már az 5. ilyen verseny, és most a középdöntőben egy új feladat is vár mindenkire, így Icura is, egy versklippet kell készíteni. Ez egy új feladat, fejben már kész a terv biztosan. Igen. Erről beszéljünk már egy kicsit, meg egyáltalán. Tehát akkor a vers, az irodalom a versekhez való viszonyulásról. Igen, a szívem egyik csücske, a versek, az irodalom, a magyar nyelv, és itt így meg szeretném köszönni Takács Mihályné Zsike néninek. Én ugye volt szerencsém vele szinte felnőni, jó szomszédságban nőttünk fel, és egész kicsi koromban olvasott nekem verseket, voltak versmondó versenyek, ajánlotta, hogy próbáljam meg, tanuljunk meg néhány verset, leült velem, órákat töltött el, vers elemzéssel, és ez korán nyomot hagyott bennem, és azóta is nagyon szeretem a verseket, szeretem átadni az embereknek, elmondani nekik, felolvasni, mert nagyon érdekes gondolatokat, sok mindent bele lehet egy versbe, nagyon sok szépséget és tudást beletömöríteni, és ez nekem úgy végigkísérte az életemet, hogy én nagyon szeretem az irodalmat. És ugye most az idei évi események miatt nagyon sokat a számítógép elé szorultunk a társasági életből, és hallottam, hogy volt ez a verseny, egy amerikai ismerősöm, magyar ismerősöm mondta, hogy Icu, van ez a verseny, jelentkez, és akkor egy délután fogtam magam, hoppá, 4 verset el kell mondani, úgy is adták elő, hogy kapd elő a telefonod, vedd fel a verset, előkaptam a telefonon, felvettem a verset. És mi volt az a 4 vers, Icu? 4 verset kellett választani, szigorú szabályok voltak, a rendszerváltoztatás, így mondták, hogy nem rendszerváltoztatás, rendszerváltoztatás, utáni korszakból kellett egy verset, kellett egy Vörös Marti verset választani, kellett egy klasszikus magyar költőversét, és egy választott verset. És akkor én a Vörös Martitól egy rövid kis verset választottam, azt egyébként a YouTube-on meg is lehet találni. Választottam Arany Jánostól az egyik kedvenc versem, a Letészem a lantot. Istenem. Választottam Ady Endrétől, még Zsike nénitől. Zsike nénivel tanultuk ezt, ez volt az első vers, amivel ilyen megyei versmondó versenyen nyertem diakat, a Szivárvány halála című verset, az is a YouTube-on megtalálható. És végül
egy kortárs mai költőtől választottam egy verset, a Magyarország című nagyon szép vers, a kortárs költő Weiner Zsenyei Tibor kezemunkája, aki egy fantasztikus író és költő, akit személyesen ismerek, és nagy jó élményekben volt részem, egy nyáron az esküvőjükön részt vettem, és egy fantasztikus, szívet melengető élmény volt, és tetszettek a versei, és gondoltam, hogy találok egy jó verset, ami erre a nemzeti versenyre passzolna. Majd szerintem augusztus vége után meg lehet találni majd ezt a verset már az új formájában. Ugye a versmondó versenynek a következő közép döntőjébe az a feladat, hogy egy vers klippet kell készíteni. Erről még az elején fogalmam sem volt. Azt hittem, hogy versmondásról van itt szó. De aztán kiderült, hogy egy kis filmet kérnek. Hát összehívtam barátokat, ismerősöket, és így unokatestvérem Havancsák Gyulát kértem meg, mert ő már egyébként is készített zenei videóklippeket. Ő egyébként egy fantasztikus művész, nagyon sok ágon működik, és rábeszéltem, hogy részt vegyen. Barátnőm Tóth Tibolya segített benne. Nem volt nehéz benne. Rábeszélni? Hát egy kis noszogatás kellett. Egy kis noszogatás, de szerintem dolgozik igen, rajta. Igen, bocsánat, hogy beleszóltam, és akkor unokatestvérnél tartottunk. Igen, és szóval készül ez a kisfilm, és a vers témája Magyarország és a kert. Milyen szép dolog a kert, és hogy ez egy milyen fogalom, amit ki lehet tágítani, és hogy milyen cél lehet a természettel együttélés, és annak olyan módon megformálása, hogy az mindenkinek jó legyen. És hát gondoltam, hogy ha természet, vers, kert, akkor valahogy túrkevét is bele kellene lopni ebbe az egészbe, és megkerestem Rozikát és a polgármester urat, hogy engedélyt kérjek, hogy túrkevei felvételeket kaphassak a Túrkevei TV-től, úgyhogy remélem, hogy ezt is bele tudjuk valahogy szőni, és hogy majd a túrkevelyek is látják, és meglátjuk, mi lesz belőle. Icu, én most hallgatva mindezt, Engem lebilincselt, elvarázsolt ez a szeretetteljes, gondoskodó, mindenre odafigyelő, önmegvalósító, tehát így együtt minden. Hogy lehet ezt a nap 24 órájában csinálni és belesűríteni. És hát ettől boldog az ember. Ez pontosan így van a saját maga örömére, de a másokéra. És akkor indult valahonnan mindez, ez a habitus, ez az egész egyéniség, ez a jellem, hát a családból indult, a szülőkről még viszonylag keveset beszéltünk. Beszéljünk most róluk is, Icu. Jó, tetszett mondani a nap 24 óráját. Igen. Szóval amikor, még mindig fiatal vagyok, de amikor még fiatalabb voltam, akkor elég volt 4-5-6 órát aludni, és akkor reggel korán hajnalban felkeltem, elmentem dolgozni, elmentem egyetemre, utána elmentem színház próbára, este tánc próbára, és akkor ez így ment, és ahogy telnek az évek, azért most már rájöttem, hogy 8 óra alvás kell. Régebben nem kellett, és úgy ilyen sok dolgot meg tudtam csinálni a 24 órában, de most már jobban átértékelem, hogy ki kell pihenni az embernek magát, figyelni kell az egészségére. Anyukámtól nagyon sokat tanultam ez ügyben, az egészséges étkezésről, a testmozgásról, apukámtól ugye a művészetet, az emberekkel való törődés, az, hogy szervezni kell, az, hogy most kell élni annyira, ez egy ilyen fontos mozzanat szerintem az életben. Meg egész fiatal koromtól kezdve tanulmányoztam a különböző vallásokat. Ugye mi elég vallásos környezetben nőttünk fel, a református templomban jártam, bibliaórákra, ami szerintem nagyon erősen befolyásolt, sokáig azt hittem, hogy nem befolyásolt, de befolyásolt igenis, és a többi vallást tanulmányozva rá kellett jönnöm, hogy ha egy virágra ránézek, és azon elgondolkozom, hogy ez Buddhának a szavai, de
ezt még anyukámtól tanultam, nem tudom, hogy ő Buddhától tanulta, vagy honnan tanulta a lelke mélyéről, de hogy az a szépség, a színek értékelése. És hogyha az ember a mindennapi életből ezeket a gyönyörűségeket, a szépséget beszívja magába, akkor az erőt ad. Hogyha az ember fáradt, és mozog még, akkor az energiát csinál. Szóval így tudatosan kell élni, tudatosan kell pozitívnak lenni szerintem, és hogyha az embernek nincs energiája, fáradt, akkor lélegző gyakorlatokat csinálni, táncolni, énekelni. Például, ha fáj a fejem, akkor énekelek, és az gyógyító hatású. Lehet, hogy kicsit butaságnak tűnik, de működik. A barátom, aki egy amerikai fiatalember, Jasonnek hívják, néhány éve találkoztunk, ő is szobrász végzettségű, nagyon sok közös érdeklődésünk van, nagyon szeretünk kirándulni együtt, vettünk egy kis házat, és egy ilyen biokertet ápolgatunk, egy kis tavat épített, egy fantasztikus ember egyébként, még azt hiszem, hogy azt fogott benne meg, hogy annyira jó szívű, és annyira elfogadó, hogy még én ilyennel nem találkoztam, és tényleg olyan sok közös dolog van bennünk, nagyon hasonló személyiségek vagyunk szerintem, és így nagyon sok közös hobbink van, és várom őt is, hogy jöjjön haza, és legyen egy kis magyarországi körutunk. A tervünk az, hogy váromokat fogunk látogatni Jasonnal. Icukám, hát akkor én nagyon-nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat, és nekem meg egy Rodin gondolat jutott most hirtelen az eszembe. Ő azt mondta, hogy a szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, ha nem tudjuk meglátni. Most én azt látom, hogy Icu mindenütt meglátja a szépséget, és ez csak az egyik oldal, hogy meglátja, megláttatja a környezetben, a környezetében élőkkel éppen azt a vonalat, amelyik az illetőnek nagyon fontos. Most, hogy elfáradtam, akkor ha ez a helyzet fáj a fejem, akkor énekelek. Tehát, hogy egyszerűen valami fantasztikus, ahogy ezt tudja sugározni. És akkor egy másik gondolat, és ezzel talán zárjuk is a beszélgetést, hogy élni másokért, mások boldogságában keresni a magadét. Úgyhogy én ezt kívánom, hogy Icu találja meg, mindig találja meg, ahogyan eddig megtalálta a boldogságot, másokéban a magáét. Tiszta szívemből ezt kívánom, és ehhez jó egészséget, és minden jót kívánok. Köszönöm a túlkedélyek nevében is. Köszönöm szépen a beszélgetést.